Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Boldog Hanukát kívánok mindenkinek. Ma este már három fényt gyújtottunk meg, plusz a Samesz, a szolgagyertya. Mindenkinek boldog Hanukát kívánok, ugye 8 napon keresztül fogunk ünnepelni, minden nap egyel többet gyűjtünk meg. Folytatjuk a sorozatunkat, a haszid történeteket. A következő történet az itt Szlovákiában, Szlovákiában, a mai Szlovákiában, régi Magyarországon történik. 1739-ben Sávuot, a toráadás ünnepe előtte pár nappal, az történt, hogy Szenica településen, ami Nitra és Miava mellett van, ellopták a keresztény templomból, ellopták sok drága tárgy. Sajnos, ahogy a hosszú történelmből ismerünk, nem kellett bizonyítékot, rögtön tudták mindenki, hogy a zsidók ezt ellopták. Nem is kellett bizonyítani, mert nem is lehet másképpen. 24 órán belül letartóztatták három településnek a hitközségi vezető Rasekol. Ugye Szenica, Nitra és Miava. Zárkában zártak őket, nagyon rossz körülmények között, és minden reggel újra és újra kihallgatás, ami nem volt más, mint kínzás, de hihetetlen, hihetetlen, kegyetlen kínzások voltak ezek, azért, hogy valják be a vétküket. Sajnos ezek nem is igyekeztek titkolni azt a gyűlöletet, ami van bennük a zsidók és a zsidóság ellen, és nekik az volt a céljuk, hogy kiűzni a zsidókat erről a három településről, és a vagyont elkobozni. Az egyik Rasekol, az egyik hitközségi elnök, Reb Moishe ben Jákov, két nappal a Sávuot ünnepe előtt bejelentette a két társának: drága testvéreim, amikor ma reggel ezek a gonoszok fognak jönni, elvinni minket egy további kihallgatásra, akkor én férfiasan be fogom vallani, igen, én vagyok a hibás. Én loptam el ezeket a drága tárgyakat a keresztény templomban. A két társa nézett rá furcsa, mert tudtak, hogy ezt nem csinálta. És nem értették meg, akkor most miért vallja be? Mi nem értető itt, mondja ő. Én vállalni fogom a felelősséget, és ezáltal ti ketten életbe fogtak maradni, illetve mind a három közösség, zsidó közösség. Ezt én csinálom. Hát a másik kettő elnök, hitközségi elnök nem egyezett bele, ez így nem helyes tőle, hogy bevall olyan vétket, amit nem tett, de ő elhatározta, hogy ezt meg fogja tenni. És magyarázza, azt mondja, figyeljetek ide, ha nem fogom bevallani, akkor a végén így is meg fognak ölni minket, pluszban ki fognak űzni a zsidókat innen, és szegényesen fognak vándorolni valahova. Férfiak, nők és gyerekek. És ez kinek jó? Inkább kérem, engedjetek meg, hogy én tegyem, amit én eldöntetem, és így
titeket és az egész közösséget, közösségeket fogok én megmenteni. Már beszélgetés közben már ott voltak a, jöttek a, minek nevezni, rendőrök, katonák, vagy csak sima gonoszok, jöttek elvinni őket a napi kihallgatásra. Egy fél perccel, mielőtt kezdődött volna a kihallgatás, erre felállt Röb Moise, és azt mondta, tisztelt urak, készen állok bevallani a tettemet. Én voltam az, aki ellopta a kellékeket a templomból. Ez egy nagy, komoly meglepetés volt, erre nem számítottak, és nagyon örültek ennek a bevallásnak. Rövid tanácskozás után, rövid és gyors tanácskozás után eldöntetek, hogy ó, ez nem egy olyan egyszerű pert fognak itt tartani, hanem egy nagy, nyilvános pert fognak tartani ennek a vétkes zsidónak. Meg lesz híva az, az összes földes úr, és mindenki, aki itt lakik ezen a, ezen a környéken. És mikor lesz ez? Ünep Sávolt ünepe második napján. Ezen a napon meg lesz tartva ez a nagy nyilvános per annak a zsidónak, aki ellopta a kellékeket, a drága és szent kellékeket a templomban. Hát, nagyon rossz hangulat volt ott a zsidó között ezen a környéken. Nagyon kellemetlen volt, nagyon nehézen, nehéz szívvel mentek a zsidók ott Szenicán, Nitrán, Milván megünnepelni a tóraadás ünnepet, és megérkezett a per napja, a zsidó gyűlölők az egész környékről összegyűltek Szenicében, és boldogan és jókedvűen jártak az utcákkal, mint a valami nagy karnevál happeningre készültek, és már nagyon vártak, hogy mikor fognak látni azt a zsidót, ahogy meg van szégyenítve. És közben figyelni a zsidó testvérék, akik ünnep helyett gyász nap lesz nekik, és ahogy fognak figyelni a hittestvérüket, és nem fognak tudni segíteni. Egyszer csak a nagy zajnak vége lett, csend lett hirtelen, a templomnak a harangja már jelezte, hogy kezdődik a nagy nyilvános per. Középen volt a nagy emelvény, és ott és körülötte álltak, gyülekeztek az emberek, boldogak, és vártak már, mikor jön a zsidó, és mi lesz a pernak az ítélete. Egyszer csak mindenki tapsod, amikor láttak, hogy hoznak Moiset, és a papok vezetik őt. Megálltak ott a emelvénen, és kezdik felolvasni neki a vádiratot. És rögtön helyben ki is lett mondva az ítélet. Moiseben Jákob zsidó, aki ellopta a templomnak a drága tárgyakat, megszégyenítette a szentséget, meg lesz fajtva és fel lesz akasztva itt, ezen a helyen, azért, hogy mindenki lássa és mindenki féljen, ilyesmit ne csináljanak még egyszer. Ó, mindenki nagyon-nagyon örült, a zsidók pedig messziről síratták a rosakol, a hitkösége ennek a sorsa. Egyetlen egy zsidó volt ott,
aki ott állt és nem sírt, az maga a vádlott volt. Ott állt, emelt fejjel, nézett a összegyűlt emberekre, és ő teljes nyugalomban volt. Senki nem értette meg, hogy hogy lehet egy halál ítélet előtt ilyen nyugalom. Hagyományt követve a hoérok feltettek neki a lehetőséget, hogy szeretne valamit mondani, vagy van egy utolsó kérés. Erre azt mondta, igen, a kivégzés előtt van neki egy kérés. Az pedig az, egy kis kérés, nem nagyon nehéz, hogy figyeljenek oda, hogy a kipája, a fejfedő, az semmiképpen ne essen le a fejéről, amikor végrehajtják a halálítéletet. Ezt ő kérte, és ezt ő megkapta. És aztán jött a hihetetlen pillanat, amikor Moise hangosan elmondta a Smá Iszrael, hogy minden zsidó a halála előtt ezzel búcsúzik a világtól, az legszentebb mondattal, bibliai verset, Smá Iszrael, sem előkéne, sem ehad, halljad Izrael az örökkévaló, Istenek az örökkévaló egy, és ekkor elhúzták a deszkát, ami a lába alatt volt, és rövid másodpercek után meg is halt. De itt nincs vége a történetnek. Nem sokkal ezután történt egy hihetetlen történet. Szemlicében, a börtönben egy nem zsidó tolvajt letartóztatták. Ismert, és mindenki tudta, hogy ő már régóta ezzel foglalkozik. Egyszer csak rosszul érezte magát ott a börtönben, meg volt győződve, hogy haldoklik, erre kérte, hívjanak hozzá a keresztény papot, hogy valljon be a bűneit halála előtt. És ebben a valomásban elmondta a papnak, hogy ő volt az, aki ellopta az a híres lopás, azok a híres tárgyakat, senki más. Ez nagyon-nagyon gyorsan elterjedt az állam vezetőhez és a közösséghez. Mindenki arról beszélt, hogy most kiderült, a tolvaj elárulta, hogy Moise nem volt bűnös. Moise semmit nem tett. Ártatlan volt. Ő feláldozta az életét azért, hogy tudjon védeni a zsidó hittestvéreit. Nagyon hihetetlen hatása volt ennek a történetnek, nem csak a zsidókra, hanem a nem zsidókra is. Az állam vezetői magukhoz hívták Moisének a három fia, és bocsánatot kérni. Kártérítésként kaptak nagy összeg pénz, és még erdőket a különböző helyeken az országban. Abban az időben kijött az a rendelet, hogy mindenkinek legyen vezetékneve. Moisének a három fia más-más vezetéknevet választottak magukhoz, de mindegyik kapcsolatot ehhez. Az egyik elnevezte magát Bak. Bak az két betű, Beit Kuf Ben Kadosh, a mártírnak a fia. A másik Hanig. Hanig, ugye sokan azt mondja, hogy a Hanig az a méz. De Hanig az
az is jelenti az a idisül, veres hengt, hanig, akit felakasztották. És a harmadik hunig, ugyanaz, egy kicsit más kiejtésben, mert emlékezni akartak a szent apjukra, aki feláldozta magát azért, hogy a többi zsidónak legyen nyugana. Következő történet az a Szovjetunióban történik, ez pedig a 1967-es hatnapos háború után. Hát korábban egy kevés, a szovjetek kiengedtek csepeket, kevés-kevés zsidót engedtek ki, hagyjanak el a Szovjetuniót. Most egy hosszú időre teljesen bezárták azt. A mi családunk, mondja ez az illető, aki meseli ezt a történetet, valahol Oroszország közepéről, Grúziában, Tbilisziben száműzettünk. De ebben az időben, a hatnapos háború után Moszkvában éltünk, a testvérem házában. Ez azért volt, mert mi már kaptunk kiutazási engedélyt, azután, hogy éveken keresztül kértünk, és nem kaptunk. No, az utolsó idő, a felkészülés arra, hogy amikor el fogunk hagyni a Szovjetuniót, és menni fogunk Izraelbe, akkor eldöntetünk, hogy mi Tbilisit elhagyjuk, és megyünk Moszkvába. De közben lett a hatnapos háború, és akkor megint halasztották, hogy nem menjünk még. Egyik oldalról, egyik oldalról a háborúnak nagyon jó hatása volt a zsidókra Izraelbe, amikor látták ezeket a csodákat, felemelte őket, lelkileg, büszké, és még akár a szovjet zsidóknak is ők kaptak egy büszkeséget. A másik oldalról a Szovjetunióban még keményebben álltak hozzá az állam a zsidókhoz. A zsidó vallás gyakorlását az úgy volt, ahogy volt, vagyis a zsinagóganak a helye ott. Ja, van zsinagóga, de csak öreg emberek járnak ott, mert ez természetesen a fiatalok, ahogy a szovjet szoktak mondani, a fiatalokat már nem érdekli. Mert ha egy fiatal ember akar jönni a zsinagógába, és ezzel mutatni, hogy ő örül a zsidóságnak, akkor az volt a veszélye, hogy rögtön ki fogják rúgni a munkahelyére. Én, ez még a jobbik esetben, rosszabbik esetben még rosszabb, sokkal rosszabb következményekre is számíthatott volna. Ezért sikerült elérni azt, hogy a zsinagógában csak öregek voltak, és a szovjet úgy mutattak be, mintha a fiatalokat már nem érdekli a zsinagóga. És most jön a Sávuot. Ugye a hatnapos háború volt egy pár héttel, két héttel a Sávuot toradás ünnepe előtt, és most jön a Sávuot, és nekem mondja ez, aki meséli, ez a bizonyos Júda, nincs itt vezetéknév, ez a Júda azt mondja, hogy nekem borzasztóan vonzott a szívem a zsinagógában. Én szeretnék ünnep alatt ott imádkozni a zsinagógában. Amikor ezt a gondolatot elmondtam a családtagaimnak, akkor rögtön úgy reagáltak. Normális vagy? Pont most? Hát lehet, hogy ennek köszönhetően nem fogunk tudni elhagyni a Szovjetuniót. Soha. De velem nem tudtak érvelni. Olyan erős volt a vonzásom a zsinagógához, erősebb, mint az a félelem.
erősebb, mint bármilyen logikus érvelésnek. Sáv volt reggel, keltem, ugye korán keltem, amikor mindenki aludt, és eltűntem otthonról, nem meséltem senkinek, hogy most indulok. És elmentem Moszkva nagy zsinagógájában, Arhipovában. Arhipovába mentem, mert ez volt a legközelebbi zsinagóga a bátyám házához. Nagyon nagy meglepetés volt az, amikor látom, milyen nagy közösség gyűlt össze ott. Az a nagy hangulat, az az emelt hangulat, ami Izraelből jött, az itt a Szovjetunióban is, ugyanez a szél fújta a Szovjetunióba is, és magában ragadtatta a zsidókat. Rengeteg ember, idős és fiatal zsúfolva voltak a zsinagógában, sokkal már nem is volt nekik hely a zsinagógában, és kint kellett állni a téren. De be kell vallanom, az, hogy sokan mások, olyan, mint én, ott voltak a zsinagógában, ez nem jelenti az, hogy most teljesen nyugodt voltam. Könnyen lehetett észrevenni, hogy nem egy és nem kettő KGB-s ügynek is ott van az imádkozók között. Igyekeztek, hogy egy kicsit ne lógjanak ki a sorból, de lehetett látni rajtuk, hogy idegenek itt. A lelkük nem ide tart. Megálltam, odaálltam valahol egy jó barát mellett, imádkozni. Mindketten visszatartottunk a természetes reagálás erre a spontán és nem számít a találkozóra a zsinagógában. A kántor, a zsinagógának a kántora, egy zsidó, aki ide került Tashkentből, de eredetileg Csernovicból volt, és a vezeték neve Steinberg volt. Ő szépen előimádkozott, és mellette pedig öt kórus tag volt, aki segített neki az imában. El se lehet mondani, milyen emelt hangulat volt a zsinagógán, és mindenki benne volt ebben. Egyik oldalról nagyon féltünk, mit fognak a hatóságok mondani, a másik oldalról maga az, hogy olyan sokan voltunk együtt a zsinagógában, erőt adott nekik. A zsinagóga nagyon szépen ment, az imádkozás a zsinagógában nagyon szépen ment le, semmi atrocitás nem volt. A legmagasabb, különlegesebb pont volt, amikor a muszáf imát mondtunk, Amida ismétlésével. Amikor az eleimádkozó ismételte az Amidát, és kezdett énekelni ott a kedusában, a keterben, Nim koim hamal keinoto fia. Kérünk, királyunk, jelenjél meg már. És ő szépen előadta a kórus, segít neki. Vitimloch aleinu, és uralkod fölöttünk. És megint a kórus ismétli. Kime hakim anachnu lak, mert mi várunk rád. És megint a kórus utána megy. Aztán a folytatása úgy lett volna, Mosszáj timloich be Cion, mikor fogsz te már uralkodni Cionba? De itt a kántor egyszer csak megállt. Csend! Nem tudott szóhoz jutni. Csend, és egyre erősebb a csend. Egyre erősebb a csend, és a csend még erősebb, és erősebb lett, tényleg egy mukkat nem lehetett hallani,
Ez olyan erős volt, erős, mint 1 millió szó, ha elhangzott volna. Mosszáj Timla, és mi Cion imádkozok. Mikor fog az Isten már uralkodni Cionba? A jelenlévők, az imádkozók, mindenki a helyen tért magában, és nagyon-nagyon különleges érzés volt. És aztán a hosszú csend után egyszer csak az lehetett hallani, Mosszájtim lezbecijaim! És most pedig nem valami dallamon mondta, hanem egy ilyen egy kiáltással, Mosszájtim lezbecijaim! És ebben a másodpercben az egész közösség velem együtt, én is beszámítva, kezdett sírni. De ez egy olyan sírás volt, egy honvágy, és egy lelki emelkedés, ezt el se lehet mondani. Mindenki ott maradt a helyen, még mikor a kedusa vége, mikor a kedusának vége is lett. Ekkor, amikor ez történt, amikor mindenki kezdett sírni a Mosszájtim lezbecijaimnál, ott lehetett rögtön látni, ki jött ide imádkozni, és ki a KGB-s ügynök. Egy ember, aki mellettem állt, észrevetett, valami történik, de nem értetted, miről van szó. Kérdezi tőlem kedusa közben, pedig minden zsidó tudja, kedusa közben nem lehet megszakítani. Mondja, mit mond a kántor? Nem tudna nekem oroszra lefordítani? Természetesen nem válaszoltam neki. Valamilyen értelmetlen gesztust tettem neki, és tovább néztem az imakőben. Akkor vége lett az imának, akkor a Moszkvának a főrabia, Levin rabi, aki mindig nagy csendes volt, alig beszélt, most pedig egy pár divrei tajra, tórai gondolatot mondott. Én már nem maradtam, én menekültem, mert idejöttem. A félelmem ellenére idejöttem imádkozni. Ha vége volt az imának, én már nem maradtam drósére. Míg nem hagytam el a Szovjetuniót, velem volt az az érzés, hogy ki tudja, mikor fognak jönni értem. Azért, mert végkeztem, mert elmentem imádkozni a zsinagógában, és áhítattal mondtam, és én is és sírtam, Mosszájtim lezbecijaimnál, hál' Istennek, túl vagyok rajta, és eljutottam a Szentföldre. A következő történet szintén egy nagyon-nagyon különleges, egy nagyon különleges történet. Bár micva reggel volt itt. A 13 éves fiút felhívtak a tórához. A rabbi, akit meghívtak ide, hogy vegyen részt és vezessen le ezt az ünnepséget, észrevette, érezte, hogy valami nagyon különleges ünnepség a mai bár micva. A rabbi már több bár micván volt, és ezért már tudta érezni, hogy mikor van valami szokatlan. És most érezte, hogy nagyon szokatlan ez a dolog, és tényleg, amikor miután befejeztek az imát, leültek egy ünnepi étkezésre, akkor kiderült a történet. Ez a történet 2007-ben történt. A rabbi, az József Liberav rabbi, a Chabad rabbi Brankájban, Kolumbiában. Őt meghívták, nem tudom, hogy kell kiejteni, Ferrarában, ami 2 órás repülési út Brankájból. Itt, ebben a városban nincs igazi zsidó közösség. Meghívtak, hogy
vezessen le ezt a bár mitzvot ezen a különleges napon. És mi volt a különlegesség? Ezt a titkot elmondtak az étkezés során. A történet eleje az 60 évvel korábban volt. A bár mitzva fiúnak a nagyapja, ő egy kohen volt, szefárdi kohen volt, és a családi neve az Kuhn volt, a felesége Askenázi volt, és ott éltek Németországban. Egy kis városban összesen 15 zsidó család élt. De Kuhn úr tartott egy zsinagógát, és még odahozott egy szajfet, egy tóramásolót, és ő fizetett neki a saját pénzéből, írt egy új tórát ennek a kis közösségnek. Ez volt az egyetlen tóra tekercse, amit ebben a közösségben használtak. Sábeszkor, Jom Tovkor és amikor imádkoztak. Amikor kitört a második világháború, akkor, ugye ez nem a nagyapja, a déd nagyapja volt. A déd nagyapja megértette, hogy ha akar élni, akkor gyorsan menekülni kell Németországban. Normál körülmények között egy percig nem gondolta volna itt hagyni a saját tóráját, ami olyan drága, különleges és közel volt a szívéhez, de a körülmények most pedig ezt vártak el. Nagyon fájt neki, de elment a keresztény templomnak volt egy orvosi ügyeleje, és oda tette el egy védett helyen a tóráját, majd jövök érte, mondta a nővéreknek. Déd nagypapa és családja menekültek, Németország megérkeztek Kolumbiában, először Bogotában éltek, a fővárosban, utána elmentek Ferrarában. Hát a nagypapa idővel pár év után meghalt, mindenki elfelejtett a tóráról. A gyerekek és az unokáknak nagyon jól ment az üzlet, és ők létrehoztak egy nagy gyárt, egy papírgyárt, mindenféle dolgokat, papírtermékeket gyártottak, és gazdagok lettek. 1993-ban az egyik unoka utazott Németországban, hogy valami új gép vagy kocsit vegyen a gyárnak. Hamar utazott, akkor már a feleségevel utazott, és akkor már a családi gyököröket is megkereste. Igen, úgy írja, hogy kocsit ment vásárolni, vagy kocsikat ment vásárolni. Na, találkozott azzal, aki a kocsikat eladja, elmondta az unoka, hogy szeretne megnézni azt a helyet, ahol a nagypapa és nagyanyja éltek a második világháború előtt, még elmondta a város, azt mondta, ó, van egyik ember, aki dolgozik, lakik Ferrarában. Nem Ferrarában, lakik ott, ahol a nagyszüleid éltek. Jó, oda hívta, azt mondta, holnap nem jössz te ide munkában, helyette körbeviszel a város, megmutatsz ennek az úrnak a város, mert a nagyszülei ott éltek. Jó, boldogan csináltad, mindig jobb, mint dolgozni. Másnap mentek, és pontosan tudtak, meg volt cím, hogy hova kell, hol éltek, és elmentek abban a házban mentek, ahol a nagyszülők éltek ott a háború előtt. És néznek a házat, egyszer csak, mert kinyílik az ablak, és az egyik szomszéd azt mondja, lehetett látni, hogy nagyon öreg, de hiába öreg volt, lehet teljesen nagyon jó volt a memóriája, és a szemével kiszúrta. Azt mondja, kik vagytok? Elmondtak.
Azt mondja, ó, akkor ti vagytok az unokák. Nagyon jó, mi jóba voltunk. Sőt, még nekem képen, fényképeim is vannak. Gyertek fel hozzám, és megmutatta neki, én régen fényképez voltam, és itt vannak a képek. Milyen jó mázlittak van, mert én ma csomagolok, holnap elhagyom a helyet, megyek az öregek otthonba. Pont az utolsó napon jöttetek. Gyönyörű, gyönyörű. Azt mondta, ugye, adjátok meg névcím, telefon, ki tudja, legyen meg nálam. Ma megadta, ő pedig adatta a fényképeket. 9 év múlik el, és 2002-ben jön egy telefon. Ez az öreg még él, és még mindig észnél van, és azt mondja, ó, egy nagyon érdekes információ van nekem számatokra. De tudjátok, hogy a nagypapa egy tóratekercset helyezett el itt a orvosi ügyülőben, rendelőben. Szóval, egy pár héttel ezelőtt a régi rendelőben valahol egy a tető beomlott, és mindenféle dolgok kiestek onnan. Egyszer csak a nagypapanak a tórája is előkerült. Honnan tudok én erről? Az újságban, a helyi újságban írtak erről, és én olvasom minden nap a helyi, olvasok a helyi újságot. És még az is volt beírva, hogy egy pár évvel ezelőtt egyik nővér halála előtt azt mondta, hogy itt van egy túra, amit egy bácsi, egy kun bácsi ide tette le, hogy majd fog jönni érte. És az újságban azt írtak, ki tudja, ki tud valami információt erről a kun bácsiról, vagy a gyerekéről. Én pedig jól ismertem a kun bácsit, a nagypapát és a nagymamát. Szóval, annak köszönhetően, hogy itt hagytattak nálam azt a telefonszámot, tudok szólni neked, hogy itt van a tóra, előkerült a tóra. Nagyon-nagyon érdekes volt, nem sokára a családtagok mentek Németországban, átvettek a tórát a polgármesteri hivatalban. Nagyon különleges, mindenki meg volt hatodva, vagy annyi év után előkerült az a tóra, és most visszakerül a családhoz. Elhoztak a tórát az USA-ban, Egyesült Államokban, beadták ezt ellenőrzésre, azt mondták, hogy ez nem kóser már, de a család vállalta a költséget, és kérte, hogy egy szakavatott szajfer dolgozzon rajta, hogy újra kóser legyen. És ma reggel itt ehhez a túrához a dédunokája annak, aki írta a tórát, vagy íratta a tórát, most ünnepli ezt a bár micvát. És amikor befejezi ezt a történetet, már nem tudta folytatni. Jöttek a könnyek a szeméből, de nem csak tőle, hanem mindenkinek, aki jelen volt, jöttek a könnyek, hogy tessék. Am Yisrael Chai, a zsidó nép nem tűnik el, ott van a tóra elrejtve, ott van a család, aki várja a tórát, és amikor előkerül a tóra, örömmel átveszik, felújítják, és a következő nemzedék elindul. És ezt a liberal rabbi érezte rögtön, hogy ez a mai bar mitzvah, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon különleges. No, itt be fogunk fejezni, mert ma este ünnepelünk itt nálunk nem csak Hanukát, hanem ünnepeljünk a Jeruzsálemi Talmud első traktátusnak a befejezését. Általában Babilónia Talmudot tanulunk, de befejeztünk az egész Babilónia Talmud, még újra kezdtünk és tanultunk még egy-két évet, és utána áttértünk a Jeruzsálemi Talmudra, és most az első traktátust fejezünk be, nagy ünnepség lesz itt nálunk, ezért egy picit korábban fejezem be. Mindenkinek boldog Hanukát kívánok, ne felejtsétek el, aki még nem gyújtotta meg a menorát, gyújtsa meg most.
3 gyertyát, holnap már 4 együttünk. Boldog Hanukkát kívánok! Holnap este kivételesen nem lesz óra, mert a Vasvári Pálóca zsinagógában lesz Hanukki ünnepséget. Minden zsidó hittestvérünket szeretettel várunk. Este 7-kor a Vasvári Pálócai zsinagógában. Boldog Hanukkát kívánok mindenkinek, csütörtökön újra itt leszek. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok mindenkinek!